Na hello, sziasztok, szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit a legeslegújabb vlogvideóba. Hát egy kicsit most egy nem megszokott vlogvideót fogtok látni, ugyanis kaptam egy megkeresést egy autómosó cégtől, hogy szeretnék, hogyha ellátogatnák hozzájuk cserébe, hogyha bepromózom őket, megmossák nekem az autót, vagy hát fogalmam nincsen, hogy mi fog történni, ezt tehát így nem tudom megmondani előre, de hogyha oda fogok érni, akkor majd meg fogjuk látni, hogy miről lesz szó. Érmihály falván található, majd mikor odaérek, ott el fogom mondani nektek a pontos címet. Aki megkeresett, azt úgy hívják, hogy Ernő Sas. Elméletileg követ minket YouTube-on, tudja, hogy mivel foglalkozunk, és szeret minket nagyon. Úgyhogy meglátjuk, hogy odaérünk, hogy miről lesz szó. Úgyis látni fogjátok a videóban. Ha tetszik, addig is dobjatok egy lájkot, kommentben mindenféleképpen írjatok véleményt. Ilyen videó még a csatornán nem volt. De mondom, hogy terveztem az idején ilyen videókat is, hogy szeretnék elmenni nézőkhöz is, videót készíteni, akár milyen téma még szóba jöhet az idei évre. Úgyhogy hamarosan folytatjuk a vlog videót. Úton vagyok az Audi A4 B5-tel. Hát most meglátjátok, hogy milyen retkes elolvadtok. Most direkt nem lett megmosva, és direkt most pont azért jöttem, hogy na, azért látjuk, hogy most hogy néz ki, meglátjuk, milyen munkát fognak végezni ott a fiúk, vagy nem tudom, hogy hányan dolgoznak, vagy ki mi van ottan. Na, meglátjuk, érjünk egyszer oda, aztán majd jelentkezek nektek még ott. Ezek mindig engemet hívnak ilyen labdaszedő témákkal, amikor itt vagyok már a helyen ember, ahova jöttem én amúgy. Na nézzük már ezt a helyet, akkor miri van itt, szó fiú. Aha. Jó napot kívánok! Labdaszedő! Jó helyen vagy, labdaszedő úr! Jó helyen vagy! Na, hova álljak én amúgy? Jó, nem fogok én labdaszedő. Megállok én itt, nem tudom mi van itt, jó lesz. Nos, srácok, itt vagyunk egy helyen, az öreg Audi A4 bejött el, és itt van az úriember, aki megkeresett engem ezzel a témával. Szia, Danó vagyok. Szia, Ernő. A helyzet az, hogy miről lenne itt szó most jelenleg itt nálatok. Hát felajánlottam, hogy csináljunk egy autómosós videót. Mire kell számítson az, aki ide eljön hozzátok? Tehát mivel foglalkoztok? Hát mi autómosással foglalkozunk, gumizással foglalkozunk, és egy nagy fuvarozó cég is van itt az udvarban. Ha esetleg valakinek olyan problémája van, fel lehet keresni a céget, Fúró Impex, amúgy itt van rajtam is, hátam is, fel lehet keresni nyugodtan a céget amúgy. A cég Érmihály falván található. Igen, a cég Érmihály falván található, körülmények és jók, és főnökség aki, rendesek. Aki ide ellátogat, az hogy működik az autómosás nálatok? Hát az autómosás az úgy működik, hogy porszívózás, törölgetés, szilikonozás, ha a kliens kéri, kívülről mosás, először simán vízzel, utána sampon átdörzsölés, átszivacsozás, és utána lemosás, utána szárazra törölgetés. Úgyhogy szárazon kapja át a kliens. Lényegében, srácok, aki ide eljön hozzájuk, itt a kliensnek semmit nem kell csinálnia, ők mindent megcsinálnak helyettetek, szóval meglátjuk, hogy milyen lesz a végeredmény, csapjunk bele. Álljak be? Álljál be, gyerek. Na, akkor álljunk be, fiúk. Nézzük, hogy miről lesz itt szó. Tehát szépen beálltok, fedél alatt van az egész mosó, mint láthassátok. Szépen kapuval le lehet zárni. Van egy ilyen kapu is. Csomagtartó? Szeretnéd? Hát ki lehet azt, és nem tudom, hogy néz ki. Nézzük meg csak, hogy a csomagtartóval mi a szitu. Jöjjöjjöjjöjj. Ó, ezt is kell, muszáj. Hát nem tudom, hogy, mert mána belefolyt még a benzin is ide. Nem van, mert megoldjuk azt is. A lényegében első körben egy porszívózás fog történni. Igen, első körben a porszívózás. Hátra nyomjuk, fiúk, az ülést is jól. Ha jól menne, alatta is jól kiszívjuk. Innen mindenhonnan. Hát igen, vannak itt egy kábel témák, mindenféle téma van itt ebben az autóban. Ez az első ilyen videó, srácok, ahol megkerestek, hogy jöjjek el, aztán nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen videót is készítenénk a csatornára.
Hát kíváncsi leszek, hogy mennyire fogjátok megnézni, minden esetben a kommentben mindenki írja a véleményt. És nyomjátok a lájkot. Ez az igazi. Ez egy komoly, komoly porszívó, ezt hallod? Muszáj, nézd meg milyen jó szív. Jó. Picit komolyabb, mint az otthoni. Dupla motoros. Kábeltől jól volna férni. Hát igen, ha nem lenne ennyi kábel, de hát itt a tót vagy van. De hogy mondja a Csabi? Nem vagyunk mi labdaszedők. Ez az igazi. Minden pacek fiúk. Meg azt tényleg, srácok, hogy aki ide eljön, itt lényegében a kliensnek semmit nem kell csinálnia. Ide behozza az autót, a fiúk itt szépen elvégzik az adott munkát, amire a kliensnek szüksége van. Persze, hogyha nem szeretnétek belül Porsche-ot, akkor ott nem muszáj. Kinek vállalunk csak külső mosást is. Tehát kinek mire van szüksége. Itt most lényegében be fogjuk mutatni, hogy miket tudnak a fiúk nagyjából. De persze, kinek mire van szüksége az adott autónál. Hát itt most vannak az éretkek, mindenféle téma. Húlik itt minden. Nem tudom, melyik dohányzik oda amúgy. Úgy néz ki, hogy... Ez még csak a nagy, a sárc, szedjük le róla. Az ajtók széléről meg a küszöbről. Ezt most ne nézzétek itt, ami van, mert ez itt az én kaukány munkám, ez nem tudom, mivel mit tudnék kezdeni. De ez még valahogy pillanat ragasztóval ide tettem ezt a modulját, de ezt valahogy majd le veszek én erre valami szert, mert ez úgysem megy le. Nem vagyok. Na, most bejött nékem ott, mert estére csináltam, aztán kicsit sok ment. Úgyhogy ez ilyen lett. Következő munkafolyamat, fiúk. Ez itt ez mi? Ez a szilikon, ami kifényesíti a műszerfalat, a bordot. Ki hogy ismeri, szép fényességet ad neki. Ezt is csak akkor szoktuk tenni, ha a kliens kéri. Tehát mindenféle van, fiúk, amire kinek mit enged meg a, mondjuk a pénztárcája is, meg hogy kinek ez, mire... Ez benne van az árba. Ez benne van az árba, csak ezt kérni kell, mert nem mindenki szereti. Ja, az van benne van maga a belső takarításban? Ez benne van a belső takarításban, igen, csak kérni kell. Akkor aki ide jön, az mindenki mondja, ha szeretne ilyet, mert az ők nem fogják annyit csinálni. Csak kliens kérje. Általában meg szoktuk kérdezni, hogy kívül belül, szilikon. Ja, igen. Csomagtartó általában meg szoktuk kérdezni, de az még mindig jobb, ha mondja a kliens, mert az... És mindenkinek nem tudhatjuk az óhaját. Ez az. Ez
szépen átgyerzsöljük mindenhol. Pláne ilyen poros munkás autóra. Hát ez még céges autó. Ez az. Humbejárom én ezekkel az autókkal. Sokan nem is gondolnák, hogy én egy ilyen autóban humbejárom. Az előző is tudod ilyen volt. Menjél vele rallizni. Hát a másikkal... A szürke? Most, az igen. De lesz most rallis videó, keményen megnyomjuk Csabival, ahol az öreg már nagyon várja ember. Az öreg az olyan, hogy... Hátulját felhelyre pofozzátok, hogy úgy marad? Nem, ahol nem megyek, az olyan, hogy a szívemhez kötődött, a 500 000 kilométer már szinte... Még, na, nem, és még mindig megyen. És az úgy, hogy az ténylegesen mondom neked, hogy hagyd ott. Itt minden. Hát tudod, fények. Van, este láttad, látnád, hogy de láttad, hogy mész ki belülről. Van ebben az autóban is minden, mint az üresboltban. Van. Tehát azt sajnálom azt valizni, mondtam a fiúknak is, hogy ez egy olyan kategóriát levezetettem. Rengeteget mint az autó. Ez is minden nap megyen, de sokkal lesz még annyi kilométer, mint ami abból van. Na, a lényeg egyébként az a lényeg, fiúk, hogy most történik egy ilyen ápolás, egy műszerfal, mindenféle, ami műanyag ugyebár. Ami műanyag, igen. Ez csak arra jó. És vigyázzunk, hogy az ablakra ne menjen fel, mert az nehéz letakarítni róla. Itt most pont ide lép a fény. Pont ide világít. Most nagyon jól látszik, hogy mi történik. Meg mennyivel másabb? Mutasd itt, hogy mennyivel másabb. Látszik a színe. A kettő. Itt is úgy mondjuk, hogy verejt szemben. Ez a szokásos téma, ez mindig megvan. Verejt szemben mindenféle olyan szó, ami csak létezik. Ami a magyar szótárban nem létezik, itt Erdélyben minden szó meg elhangzik. Ez amúgy az én találmányom, és a kollega nagyon szereti. Mink is ezt használjuk, ezt nem is hallottam még tőled eddig, csak nem most. Azt. Mit? Ezt a verejceit. Ja, ezt még én sem hallottam tőle, pedig ismerem. Ezt én szoktam mondani, de videóban is ma biztos mondtam. Pedig ismerem, nagyon jó. Nekem van egy mondásom mostanában. Kár, hogy jöttél, jó, hogy mész. Tehát mindenkinek van egy ilyen mondása valami. Úgy nem gondolom komolyan, de... Egy viccnek jó, aki megérti. Viccnek jó. Tovább menve, fiúk. Most jön külső mosás. Thank you.
legyen jó tiszta. Ezt megmondták, hogy ez nagyon jó takarítani a felállítást. Nem. És nehéz tisztán tartani, úgy akarom mondani. Hát tisztán tartani. Mert ez a sárga, ez nagyon... Ez a negyező. Ezzel húzzuk a vizet róla, könnyebb legyen törölgetni. Ja. Negyező. Ilyen labdaszedő téma. Nyáron jó legyőzni is, nem? Nagy melegben. Nagy melegben. Én nem értek hozzá, nem soha még ilyen helyen amúgy. Nagyon pocet lesz elég. Tudod is töröljük meg. Nem csak sminkelésre van, hanem tolatni is. Az asszonyoknak szól ez a téma. Hát az asszonyoknak igen. Mindig lebaszást kapok, hogy az asszonyoknak nem szoktam köszönni. Hát az asszonyoknak... legyenek féltékenyek a férjei, nem? Már az az igazi asszony, aki féltékeny, aki nem féltékeny, az már ott már probléma van. Jó, most megtöröljük az ajtó szélén belül. Mert a sár az itt is itt marad. Legyen megcsinálva normálisan, nem félig. Így van? Így, hogy mondja. Na, csináljuk, akkor csináljuk meg pacekba. Tetszik, amúgy nagyon jól néz ki ember, már rendesen... Már rendesen jól néz ki. Rendesen, most már azt kell, hogy mondjam, hogy már... Nem azt mondják, hogy határól jött, hanem innen ettől a cég. Ettől a jó nagy cégtől, hát innen látszik jön. Az. Na ez igen hely! Itt látszódik, fiúk, itt kezdődik a munka. Nézzétek meg, hogy milyen munkát végeznek itt az emberek, akik ide elhozzák, mire kell számítson. Ilyen alapos tisztítást fogtok látni, mint az én autómon most történt. Kívülbelül
nézzétek meg, szépen le van minden ápolva, a műanyag részek. Tehát nagyon elégedett vagyok, azt kell, hogy mondjam. Kívülről is megnézzétek, szépen ragyog az egész autó, felni makulátlan tiszta lett. Körbenézzük, hogy milyen lását. Itt látszik meg, itt ez a munkafiúk. Tehát nem mindegy, hogy ti elviszitek egy olyan mosóhoz, ahol ti mosátok meg, vagy elhozátok egy ilyen céghez, mint amiről a videóban szó van. Nagyon örülök amúgy, hogy ilyen emberek is néznek minket. Tényleg, hogy... Remélem, meg vagy elégedve. Meg, nagyon tetszik a munka. Gratulálok, hogy megismerkedtem, örülök, szépen, hogy nagyon szépen köszönöm a munkásságodat. Nagyon srácok, szívesen. A cég itt van, keressétek, bátran ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy ilyen munkát, és mint ne van. Felejtsétek el, hogy fuvarozó cég is, ha szeretnétek. Gumikkal, mindennel. Gumival is foglalkozunk, gumiszereléssel. Tehát itt van a cég, Érmi Árfalván található, srácok, ajánlom mindenkinek. Nem kell semmit csinálnatok, csak annyit, hogy ide eljöztök, kocsit beviszitek ide, és akkor a fiúk majd itt rendezik az egész autót, ami kinek mire van szüksége, mosástól megkezdve, amit szeretnétek. Arról nem beszéltünk, hogy mégis, akik ide eljön, milyen árról számíthat. Tehát, hogyha ide ellátogat hozzátok, egy mosás körülbelül kívülről mennyibe kerül? Hát, aki ide ellátogat mi hozzánk, az 15 lej kívülről. És ha kéri kívül-bevül, az 30 lej, és csomagtartóval 35. Erre kell számítanatok, fiúk. Tudjátok, ennyi lenne. Ennyi lenne. Úgyhogy lehettek jó, köszönjük a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a munkát. És sok lájkot Danóéknak. Komment bíratok. Nagyon ügyes srácok. Komment bíratok véleményt. Lehettek jó, és ja, ilyen lett a munka. Na, köszönjük a figyelmet. Remélem tetszeni fog mindenkinek. Szevasztok!